Tisztelt dévai rajongók, kedves testvérek, kedves tanár úr András, a dévai féle kártéről nem fogok beszélni, legfeljebb három mondatot. Ugyanis mára virradva meggondoltam magamat. Korán kellő ember vagyok, ez egy ilyen rossz örökség a családban, és túl sokat gondolkodom reggel, és akkor megszültem ezt a súlyos döntést. Ugyanis megjelent az Evangélikus Élet múlt heti számában egy interjú a tisztelendő úrral, aki kedvet akart csinálni ennek a konferenciának, és ezt az interjút egy Isten előtt jól ismert testvérünkkel küldte nekem azzal, hogy aláhúzott benne egy mondatot, és nekem most erről a mondatról kell beszélnem. Tehát vegyük úgy, hogy én most megpróbálom valahogy egzegetálni, kivesézni ezt a mondatot, úgyhogy ez a magyarázat, ez nem a tisztelendő úrról fog szólni, akit nagyon szeretek, tisztelek, hanem erről a mondatról. Megpróbálom felolvasni. Következő ez a mondat. Tehát dévai az alanya a mondatnak. A saját egyházunkban sem kap igazán hangsúlyt, hiszen tudjuk, hogy életének második felében a reformátusoknál talált közösségre. Úgyhogy a következő 20 percben arról fogok beszélni, hogy a saját egyházunkban, az evangélikus egyházban kap-e hangsúlyt dévai, vagy ha nem, miért nem, illetve hogy kell érteni ezt a kifejezést, hogy élete második felében a reformátusoknál talált közösségre. Ugyanis a mondat mind a két fele mögött van egy probléma halmaz. Ezeket a kérdéseket nem fogom most megoldani, de mindenképpen szeretném érzékeltetni a testvérekkel, hogy milyen problémákkal küzdünk meg. Az előadásom azért sem szól a tisztelendő úr gondolatairól, mert ugyanezeket a gondolatokat találjuk, amit ő itt most egy mondatban megfogalmazott, talán más szavakkal, de lényegében ugyanaz kifejező a legújabb, legjobb kiadványokban, kézikönyvekben. Ha kinyitjuk a Magyar Művelődés Történeti Lexikont, amelynek 2014-ben jelent meg az utolsó kötete, egészen hasonló dolgot olvasunk dévairól, hogyha kezünkbe vesszük a kiváló német lexikont, amit már csak RGG-nek becézünk, a legújabb kiadás 2009-ben jelent meg. Ugyanez olvasható benne, sőt egy nagyon előkelő kiadónál, Európa egyik legpatinásabb kiadójánál, a göttingeni Vandenhoeknél jelent meg 2015-ben egy 900 oldalas könyv, amely ha nem is mind a 900 oldalon, de legalább 300 oldalon keresztül amellett igyekszik érvelni, hogy ez a mondat végül is mégiscsak így szól, ahogy ezt fölolvastam az újságból. Tehát az egyik az, hogy igaz-e, hogy az evangélikus egyházban nincs dévai kultusz? Bocsáss meg, most így fordítom le ezt a néhány szót, hogy van-e dévai kultusz, és ha nincs, akkor miért nincs? Ugye mondhatjuk azt, hogy természetesen van, itt van az emléktábla, koszorút is kapott ma, sőt, egy másik emléktábla is már készül, jövő nyáron a Wittenbergi Egyetem falát fogják emléktáblával díszíteni, és dévai lesz az első magyarországi személy, akinek emléktáblája lehet Wittenbergben, a többiek még egyelőre sorban állnak. Sőt, illit közöttünk egy derék hazafi, aki szakdolgozatot ír dévairól, illit közöttünk egy másik derék hazafi, aki olyan terveket szőtt, hogy a következő jubileumi évre dévai összes műveit hozzáférhetővé kell tenni ékes magyar nyelven, tehát mégis nem lehet mondani, hogy minimális kultusz sincsen, tehát valami azért mozog, de mindenképpen vannak problémák. Az egyik probléma az, hogy dévainak nincs szülőháza, nincs sírja, ahol meg lehetne emlékezni, de mi az, hogy nincs szülőhája, nincs sírja, azt se tudjuk, hogy hol született és hol halt meg. Tehát még a helységet sem tudjuk. Ahol esetleg valami
emlékoszlopot lehetne állítani a fő utcán. És nagyon sok hasonló dolgot nem tudunk róla. Nem írt például az énekes könyvünk számára éneket, amit énekelhetnénk, mint Szkárosi Horváth Andrásnak az énekeit, nem írt iskoladrámát, amit az evangélikus iskolákban elő lehetne adni, mint Sztárainak a drámáit. Még az is problémás, hogy utcát nevezzünk el róla, mert ugye a neve is problematikus. Ezt ugyan említette a Béla is, hogy ugye sose tudják, hogy Y-nal vagy I-vel, de mi az, hogy Y-nal vagy I-vel, azt se tudjuk, hogy bíró volt, vagy nem volt bíró. Tehát amikor többször felmerült az elmúlt 25 évben, hogy intézmény nevezzenek el Dévairól az evangélikus egyházban, de mindjárt jött, és akkor mi legyen a neve annak az intézménynek, mert Dévai neve is valahogy bizonytalan. De hogy folytassam a sort, hogy mit nem csinál Dévai, nem szökött meg a börtönből, mint Bornemissza Péter. Bornemissza Péterről játékfilmet forgatnak, mert olyan izgalmas, mozgalmas, látványos az élete. Dévai mit csinált a börtönben? Ült. Tehát erről nem lehet. Tehát ez a színpadon sem mutat, meg a vásznon sem mutat. Amit lehetne csinálni, ezt viszont sajnos még egyelőre senki nem csinálja, pontosan tudjuk, hogy hol ült Dévai másfél évet, megvan a cella, oda is lehetne emléktáblát elhelyezni, gyülekezeti csoportokat lehetne vezetni. Ez a mostani Budapesti Történeti Múzeumnak az alaksorában vannak azok a börtöncellák, ahol valóban ő is 1533. decemberétől 35. májusáig másfél éven keresztül csendben ült. Ez a Csonka toronynak a pincéje, amit mutogatnak most is, tehát aki vezetést kér a Történeti Múzeumban, ez nem fogja elkerülni, úgy mutatják, mint a gyermek Mátyás király celláját, mert ugyan őt is oda dutyizták be, amikor a bátyja Hunyadi László meghalt. Jó, Mátyás biztos érdekesebb, fontosabb, nekünk az lehet az érdekes, hogy Déva is ugyanezekben a cellákban ült. Talán még a karika a falban, amit mutogatnak, és látható lehet, hogy még őt is ahhoz bilincselték. Tehát, ahogy mondtam, valóban nem alakult ki talán Dévaival kapcsolatban olyan kultusz, ami kialakulhatott volna, aminek ki kellett volna alakulnia, ennek meg vannak az okai. Mert mit csinál Dévai? Írt, miket írt, teológiai szövegeket, Ács Pál az előbb kiváló ízelítőt nyújtott minnyájunknak ezekből a szövegekből, hogy milyen kérdésekkel foglalkozik. Ezekkel a szövegekkel, kedves testvéreim, filológusok foglalkoznak. Ez egy nagyon fáradtságos, meg unalmas mesterség, az biztos, hogy nem mutatós. Tehát ezekből a szövegekből sajnos nagyon nehéz filmforgatókönyvet írni. De még az is nehéz, hogy a hittankönyvekbe szemelvényeket válogassunk belőle. Úgyhogy tény, hogy Dévai rettenetesen fontos. Tehát amit a kortársak mondtak róla, hogy magyar nyelven ő volt a prédikátor, és ő volt a magyar Luther, ez a mai tudomásunk szerint áll. Tehát Dévai alakja megkerülhetetlen a Magyarország reformáció történetében, csak ezt nagyon nehéz népszerűen bemutatni. Most ugrott be, hogy igen, lehetne bögrét a képmásával árulni, de még hiteles képmása sincsen. És még nyomdászjelvénye sincsen, mint például Huszár Gálnak van, és még pecsétlenyomata sincsen, mint Sztárainak van, tehát egyszerűen a vizualitás számára Dévai sajnos el van veszve. Ez volt a mondat első fele. Most jön a másik, hogy élete második felében a reformátusok közösségében talált otthonra. Ez biztos nem nyelvtani értelemben kell venni, mert
élt körülbelül 1500-tól körülbelül 1545-ig, ennek a fele ottan 22-23 körül van, tehát biztos nem az az üzenete ennek a mondatnak, hogy meg kell felezni így centire az életét, hanem mondjuk a aktív működésének pályájának a második felében. És valóban ezt így gondoltuk Magyarországon 300 éven keresztül, tehát az biztos, hogy a 16. század végétől a 19. század közepéig mind így gondoltuk. Hogy Dévainál volt egy ilyen váltás, pályája első fele evangélikus, pályája második fele református. Hogy aztán ez a vélekedés hogyan változott meg, és miért gondolták már a 19. század végén is, aztán a 20. század egész folyamán, sőt, talán a 21. század elején is, hogy ez a orientáció, váltás egyáltalán nem biztos. Ezt a témát szándékosan rekesztettük ki a mai konferencia tematikájából, mert megint csak olyan, hogy ezt nem lehet látványosan előadni, erről ez az úgynevezett dévai kérdés. A dévai kérdés nem arról szól, hogy mi történt Dévai életében, hanem az, hogy mi történt Dévai halála után. Tehát a dévai kérdés Dévai utóéletével foglalkozik, erről Botta István írt egy nagyon hasznos könyvet, az a címe, hogy Dévai Mátyás, de a cím megtévesztő, mert Dévairól nem mond semmit, Dévai utóéletéről szól, és ez megint egy nagyon fáradtságos szövegelemző munka, szerzőről szerzőre, évről évre végig menni, hogy hogyan változik a dévai kép évszázadok során. Lehetetlen vállalkozás lenne erről a témáról előadni, tehát én sem mászom bele. Viszont a problematikát azt szeretném megmutatni. Tehát egyáltalán miért lehetett dévai kérdés, miért merülhetett föl az, hogy Dévai életében, pályája során volt egy teológiai irányváltás, amit az evangélikus életben ilyen megfogalmazásban olvassunk, hogy a reformátusoknál talált közösségre. Az a helyzet, hogy a Dévaitól származó hiteles szövegek, hiteles információk nagyon szűk időre esnek, 1533-ból származik az első szövegünk Dévaitól, és 1538-ból az utolsó. Tehát összesen 5 év az, amikor Dévai ír, és ebből az 5 évből származó szövegek maradnak fönt. Ez nagyon kevés. Tehát ha arra gondolunk, hogy élt mondjuk 45 évet, az aktív működése szintén volt 2 évtized, de a korai művei elvesztek, ahogy ezt az Ács Pál az előbb már elmondta. A késői művek meg talán nem születtek meg. Ugyanis ez az álhatatos börtönben ülés hátrányokkal is járt, nagyon megromlott a látása, gyakorlatilag megvakult. Tehát már 1536-ban is azért utazik Németországba, hogy a szemét kezeltesse, és a 38 utáni évekről meg leginkább olyan információink vannak, hogy hát nagyon rosszul láthat, ezt egyrészt onnan tudjuk, hogy a levelei más kézírásával vettetnek papírra, valószínűleg diktálta őket valakinek, és nagyon úgy néz ki, hogy ő ezután már nem nagyon tud olvasni. Tehát az információ tömeg, az mi az ő gondolkodását alapvetően befolyásolja, ezek leginkább 1536 előtt megfogant és kiadott művek. Tehát van ez az 5 év, és mondjuk az aktív működésének az utolsó 7 évéből gyakorlatilag semmi. Van ugyan egy szöveg, amiről én azt mondom, hogy Dévaitól származik, de ugyanúgy vannak mások, akik azt mondják, hogy nem tőle származik, szintén más valakinek a kézírásával van, tehát ezt nem lehet eldönteni. Úgyhogy marad ez az 5 év.
Ha megnézzük ezt az 5 évet, akkor azt látjuk, hogy itt a teológiai gondolkodás, sőt a teológiai kifejezések is állandóak. Ezt már 1915-ben bemutatta egy ilyen nagyon hasznos összehasonlító táblázatban Révész Imre, akkor kolozsvári teológia professzor, később debreceni református püspök lett, egy ilyen nagy alakú, körülbelül 400 oldalas könyvet adott ki azon a címen, hogy Dévai Mátyás tanítása, és ebből az összehasonlításból az jön ki, hogy Dévai tanítása ez alatt, az 5 év alatt nemigen változott. Lehet, hogy 38 után változott, arról viszont abszolút nincsen hiteles információ. És egy dolog megkavarta, vagy nem egy néhány, de akkor sem sok, 3 nagyon bizonytalan közlés megkavarta a kortársak gondolkodását, az utókor gondolkodását, sőt ez máig hatóan a mi gondolkodásunkat. Egyik az a mondjuk feljelentő levél, amit az eperjesélyek írtak Luthernek, ami nem maradt meg, csak azt tudjuk, hogy Luther mit válaszolt rá, hogy Luther megvédte Dévait, de biztos valami Dévaival kapcsolatos vád fogalmazódott meg benne. A másik, szintén egy kortársnak a levele, Stöckel Lénárdnak a levele, ami egy máig megfejtetlen és értelmezhetetlen kifejezést tartalmaz, azt mondja, hogy Dévai az úrvacsora kérdésben közvetítő álláspontot foglal el, viszont ekkor 1543-44-ben, amikor 2000 kapcsolatos levél is születik, ennek a közvetítő álláspontnak már nincs semmi értelme, de néhány évvel korábban megkötötték az úgynevezett Wittenbergi konkordiát, tehát létrejött egy ilyen nagyon széles kompromisszum az úrvacsora kérdésben, ráadásul erről Stöckelnek is pontosan kellett tudnia, mert ő akkor éppen Wittenbergben tartózkodott, tehát kizárt, hogy ő ezt ne ismerte volna. Tehát ennek a korábban megszületett áthidaló kompromisszumnak a tükrében teljesen érthetetlen arról beszélni, hogy valaki közvetítő álláspontot foglal el, milyen álláspontok között közvetít, amikor ekkor lényegében már csak egy álláspont van. És hasonló bizonytalan közlés az, hogy nem is közlés, csak egy ilyen feltételezés, hogy Dévainak állítólag valami képromboláshoz köze lett volna, amiről azt sem tudjuk a tudomány mai állása szerint, hogy valóban sor került erre a képrombolásra. De van ezzel kapcsolatban egy bizonytalan közlés. Tehát ezek a kérdőjelek, mert igazából csak kérdőjelekről van szó, ugye mindjárt be kell fejeznem, ezek a kérdőjelek, amelyek megkavarták a kortársakat, megkavarták az utókort, és máig megkavarnak minket, ezeket a kérdéseket nem tudjuk megválaszolni. De ott van egyrészt, mint problematika az, hogy Dévai életének csak 5 évéből maradtak fönn teológiai tartalmú szövegek, ez alapján kell az egész életművet rekonstruálni, és ott van az a másik oldala a problematikának, hogy az élete utolsó évtizedéből, amikor ő már vak, nem ír, nagyon keveset levelez, akkor van 3 ilyen zavaró elem, amit egyszerűen nem tudunk hova tenni. És akkor ez alapján ugyan nem tudok egyetérteni az evangélikus életből felolvasott mondattal, de megcáfolni se tudom. Tehát azt se tudom megcáfolni, hogy nincs az evangélikus egyházban Dévai kultusz, és azt sem tudom mondani, hogy Dévai élete utolsó éveiben nem ebben, hanem abban a közösségben talált lelki otthonra, mert ezekről az évekről majdhogy semmit nem tudunk. Köszönöm a figyelmet.